Rákosmente önkormányzata megtartotta júniusi képviselőtestületi ülését. A város vezetés közzé tette az új rákosmenti úszodai strand koncepció és látványtervét, valamint bejelentette, hogy új sportcentrum kerül kialakításra az Ede utcában. Indul a nyári diákmunka program Rákosmentén. A 16 és 25 év közötti tanulók ebben az esztendőben is július 1-e és augusztus 31-e között dolgozhatnak a 17. kerületben. Élen a tanulásban, élen a sportban. Ezúttal a Balassi Bálint és a Pál Apostol iskolák diákjai részesültek Rákosmente önkormányzatának elismerésében. Köszöntöm Önöket, a Rákosmente televízió krónikáját látják a kerület legfontosabb eseményeivel. Június 22-én tartotta meg a nyári szünet előtti utolsó rendes ülését Rákosmente önkormányzatának képviselőtestülete. Horváth Tamás polgármester beszámolójában egyebek mellett elmondta, hogy tovább folytatódott a városvezetés intézményfelújítási programja, melynek keretében ezúttal két óvoda udvarának korszerűsítése is lezajlott a közelmúltban. A helyhatóság nyilvánosságra hozta az új rákosmenti úszodai strand koncepció és látványtervét, melyekkel kapcsolatban július 31-ig a lakosság is megírhatja észrevételeit és ötleteit. A képviselők továbbá elfogadták Rákosmente önkormányzatának ifjúsági koncepcióját, illetve az Ede utcai sportcentrum kialakításáról is döntés született. Horváth Tamás polgármesteri beszámolójával vette kezdetét a nyári szünetet megelőző utolsó rendes képviselőtestületi ülés. A városvezető elmondta, tovább folytatódott a 17. kerület nagyszabású intézményfelújítási programja. A munkálatok ezúttal az óvodák udvarainak korszerűsítésére irányultak. Most a Mizmackó óvoda udvar felújításáról tudok beszámolni önöknek. Az óvoda udvarának nyugati része az intenzív használattól nagyon elhasználódott területté vált, így az udvari felújításkor olyan modern, a jelenlegi igényeknek megfelelő, és egyben a környezeti hatásoknak jóval ellenállóbb műfűves borítást kapott, mely elnyeri az esővizet, így a gyerekek egy-egy nagyobb zápor után is vízmentesen játszhatnak. Hasonló jellegű beruházás történt a közelmúltban a Rákosmenti Összefogás óvodában is. Tette hozzá a polgármester, aki kitért rá, hogy június hónapban ugyancsak sor került az idén alapításának 100. évfordulóját ünneplő 264. számú Hunyadi János cserkész csapat új épületének átadására. Emellett további eszközökkel bővült a Bányapart utcában található bekerített kutyafuttató. A Bányapart utcai kutyafuttatóban helyeztük ki Egeléti néven futó kutyás sportágban használt eszközök mintájára új, akázból és vörösfenyőből készült eszközöket. Természetesen folytatjuk ezt a munkát is, hamarosan a Madárdombon is egy új kutyafuttatót fogunk átadni keretek között, ugye ez azt jelenti, hogy kerítést fogunk építeni az itt lakó közösség részére. A Rákosmenti rendvédelmi és katonai napokon tette közzé a helyhatóság az új Rákosmenti úszodai strand koncepció és látványtervét, amelyekkel kapcsolatban a városvezetés az önkormányzat@rakosmente.hu e-mail címére várja a lakosság ötleteit és észrevételeit egészen július 31-ig. Most szeretnénk egy új épületet elhelyezni az úszoda jelenleg épületi mellé, egy 33 méteres medencével, továbbá wellness, strand és élménymedencékkel. Mára odáig jutottunk, hogy sikerült elkészítenünk egy megalapozó látványtervet, így a végső tervezés előtt a rákosmentiek el tudják mondani véleményüket az új komplexummal kapcsolatban. Már érkeznek is a jelzések, hogy ki mit szeretne még látni. Természetesen ezt összegyűjtjük, és utána kezdjük el csak a tényleges tervezést. Végezetül Horváth Tamás rámutatott, hogy a Cséplő utcában megvalósuló szabadidőpark tervei is elkészültek. Azok a társadalmi egyeztetés keretében megismertették a környéken élőkkel, akik ezzel egy időben fejthették ki a várhatóan már ősszel elinduló beruházás vonatkozásában a véleményüket. Az ülés a napirendi pontok megtárgyalásával folytatódott. A képviselők 14 igen és 4 tartózkodás mellett fogadták el Rákosmente önkormányzatának ifjúsági koncepcióját. A városvezetés számára kiemelt jelentőségű a helyi fiatalok véleménye egyebek mellett az egészséges életmódról, a digitális kultúráról, a szabadidő hasznos eltöltésének módjairól, illetve a továbbtanulási és munkavállalási motiváltságról. Ennek érdekében egy átfogó, több területre kiterjedő kutatás zajlott le, melynek fő célját dr. Füzesi Péter alpolgármester fogalmazta meg az ülésen. Azt láttuk mi is, hogy a fiatalokat valóban ezek a dolgok érdeklik,
amelyek itt meg vannak fogalmazva az ifjúsági koncepcióba. Én azt nagyon nagy előrelépésnek tartom, hogy ez alapján látjuk, hogy a fiatalok most jelenlegi helyzetükben mi érdekli őket, milyen fejlesztéseket szeretnének, mi vinni előrébb az életüket, és hogyan éreznék jobban magukat Rákos mentén. Az egész koncepciónak ez a lényege, hogy a Rákos mentén élő fiatalok hogyan éreznék jobban magukat azon a helyen, ahol laknak, és érezzék Rákos mentét otthonuknak. Nekünk ez a célunk, és valóban van több olyan megállapítás, ami azt gondolom, hogy belefér az önkormányzatnak a büdzséjébe, tudásába, a szervezőképességébe, és ezeket meg fogjuk lépni a jövőben azért, hogy valóban a fiatalok hosszú távon tudják elképzelni itt Rákos mentén a jövőjüket. A megjelentek egyhangulag támogatták, hogy Rákos mente önkormányzata is csatlakozzon a Magyar Posta ZRT által indított postapartneri programhoz. Mint ismeretes, a megemelkedett energiaára következtében 2022. október 8-án a Rákos Csabai, Rákos Hegyi és Rákoskerti egység egyaránt bezárta kapuit. Horváth Tamás polgármester pedig ezt követően több alkalommal is tárgyalt a Magyar Posta vezetőségével. Amint azt kifejtette, a mostani kezdeményezés keretében lehetőség nyílik arra, hogy úgynevezett postapontokat nyisson néhány erre vállalkozó személy vagy cég, akinek az önkormányzata működéshez a vevőforgalom függvényében támogatást biztosít. A régi posták nem fognak kinyitni, hiszen ott havonta közel 40 millió forintot kellene az önkormányzatnak postánként finanszírozni, de egy együttműködésben, miután a postának van egy posta partneri programja, ezzel kapcsolatosan az önkormányzat tudja támogatni azokat a vállalkozó szellemi embereket, akik posta helyet szeretnének nyitni, úgyhogy erre a postánál vannak jelentkezők. Ugye az előterjesztés arról fog szólni, hogy amennyiben megkötetik egy ilyen szerződés, akkor az önkormányzat attól függően, hogy mekkora lesz a forgalomtól függően a biztosítandó személyi háttér, attól függően fogjuk támogatni majd. Végezetül döntés született arról is, hogy Rákos Csabán a Göcsej, Gyeplős és az Ede utcák által határolt területen egy sport- és rekreációs célú fejlesztés fog megvalósulni. A két ütemből álló beruházás egy sportcentrum kialakítására irányul majd. A helyszínen található játszótér, a parkolók, valamint a két szabadidőpálya fejlesztésével és bővítésével egyetemben. A képviselőtestülete a következő rendes ülését várhatóan augusztus második felében tartja majd. Rákos Mente önkormányzata idén is csatlakozott Magyarország kormányának nyári diákmunka programjához, melynek keretében a szünidőben dolgozni vágyó fiatalok számára július 1-től augusztus 31-ig biztosítanak lehetőséget arra, hogy különböző munkakörökben helyezkedjenek el a 17. kerületben. A kezdeményezéshez azon 16 és 25 év közötti fiatalok csatlakozhatnak, akik nappali tagozaton tanulnak, közvetítést kérőként jelezték nyilvántartásba vételüket, és nem rendelkeznek foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási jogviszonnyal. Az idei évben is lehetőséget kapnak a rákosmenti fiatalok arra, hogy július 1-e és augusztus 31-e között különböző munkakörökben dolgozzanak a 17. kerületben, ugyanis Rákosmente önkormányzata 2023-ban is csatlakozott Magyarország kormányának nyári diákmunka programjához, amely a kerületi hivatalok és a fővárosi kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának együttműködésével valósul meg. Nagyon fontos számunkra az, hogy a rákosmenti diákok, akik szeretnének nyáron is tudjanak munkát végezni, egy kis keresethez hozzájutni, és nincs is ennél jobb lehetőség, mint hogy ezt helyben tegyék meg a 17. kerületben. Ezért most 11. alkalommal csatlakoztunk a magyar kormány diákmunka programjához, és el is nyertünk 90 pályázatot, vagy annyi férőhely lesz a gyermekek számára. Július 1-től augusztus 31-ig jöhetnek két turnusban a fiatalok. A programra azon 16 és 25 év közötti fiatalok jelentkezhetnek, akik nappali tagozaton tanulnak, közvetítést kérőként jelezték nyilvántartásba vételüket, és nem rendelkeznek foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási jogviszonnyal. A díjazás mértéke, hogyha szakképzettséghez kötött az adott munkakör, akkor 222 ezer forint bruttóban, és hogyha nem ehhez kötött, akkor viszont 174 ezer forint bruttóban. Ez napi 6 óra munkát jelent a hétköznapokon.
A 17. kerületben immár 11. alkalommal elindított kezdeményezéshez csatlakozni szándékozók. A témával kapcsolatosan bővebben a www.rakosmente.hu weboldalon tájékozódhatnak. Június 23-án folytatódott Rákosmente önkormányzatának élen a tanulásban, élen a sportban elnevezésű elismeréseinek kiosztása, melyeket ezúttal is két tehetséges, 17. kerületi diák vehetett át. A kitüntetés Gyurko Dorottya, a Balassi Bálint 8 évfolyamos gimnázium növendéke, valamint Vágó Emma, a Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanulója vehette át Horváth Tamás polgármestertől. Június 23-án tartotta meg tanévzáró ünnepségét a Balassi Bálint 8 évfolyamos gimnázium. Az esemény keretében az oktatási intézmény diákjai készültek műsorral, majd Farkas György igazgató évértékelő beszédét követően lezárta a 2022-2023-as tanévet. A rendezvényen továbbá a tanintézet tehetséges tanulói elismeréseket kaptak, köztük Rákosmente önkormányzatának élen a tanulásban, élen a sportban díját, melyet ezúttal Gyurko Dorottya vehetett át Horváth Tamás polgármestertől. Az iskola 9. B-osztályos tanulója, 9 éve atletizál, emellett pedig tanulmányi versenyeken is kiválóan teljesít. Igazából engem a családom és a barátaim nagyon motiválnak, és ezért hálás is vagyok, meg van bennem egy ilyen belső motiváció, hogy teljesítsek. Rákosmente önkormányzata 2017-ben alapította az elismerést, melyet évről évre azoknak a diákoknak adományoz, akik mind a tanulás terén, mind pedig az általuk űzött sportágban szép eredményeket érnek el. Azzal, hogy ezt a díjat alapítottuk, azt szeretnénk elismerni, hogy aki a tanulás mellett még rendkívül teljesítményt tud nyújtani a sport területén is, őket ezzel díjjal ismerjük el. Hiszen fontos az, hogy a fiatalunk ne csak az elmélyüket élesítsék vagy élezzék, hanem fizikai állapotukat is karbantartsák, és talán példamutatásként a többieket is ezáltal ösztönözni tudják arra, hogy a tanulás mellett még a sportolással is foglalkozzanak. Ugyanezen a napon a Pál Apostol Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium is ünnepséggel zárta a tanévet. Az esemény szentmisével vette kezdetét, melyet Balik Béla plébánoszt celebrált. Majd sor került az élen a tanulásban, élen a sportban díj átadására, melyet idén Vágó Emma érdemelt ki példamutató tanulmányi munkájával, illetve az evezés területén elért kiváló eredményeivel. Az elismerést a tanuló testvére vette át Horváth Tamás polgármestertől, ugyanis a díjazott az ünnepség időpontjában, éppen Szegeden az olimpiai reménységek versenyén tartózkodott. A tanévzáró keretében továbbá Olá Gábor, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóságának tanúgyi igazgatója. Az EKIF által alapított díjat adta át az iskola 11. osztályos tanulójának Füzesi Leventének. Ezt követően Horváthné Vince Judit igazgató tartotta meg beszédét, amely során ismertette az idei évben kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért növendékek névsorát, majd hivatalosan is lezártá nyilvánította a 2022-2023-as tanévet. A tanév végével egyidejűleg ismét megnyitott az Újlak utcai strand, ahol két medence fogadja a hűsölni vágyókat, valamint a létesítmény zöld felületét is felkészítették a szakemberek az érdeklődők fogadására. Az üzemeltetők minden nap reggel 9 és este 8 óra között kedvezményes jegyárakkal és büfével várják a látogatókat. Június 17-én ismét megnyitott a kapuit a 17. kerület közkedvelt strandja, amely számos szolgáltatással fogadja a hűsölni vágyókat. A hagyományokhoz híven idén-nyáron is érkeznek a strandra táborozók, méghozzá a legnagyobb arányban a Rákosmente önkormányzata által szervezett központi napközis tábor foglalkozásainak keretében. Folyamatosan szerencsére melegszik, javul az idő, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen ezzel azonos felfutást várok majd a látogatottságot illetően is. Hát a táborok is elkezdődnek, illetve az egyik tábor elkezdődött, ami ugye állandóan 8 héten keresztül fog tartani. Lesz még egy másik tábor, ami a jövő hétfőn kezd majd becsatlakozni, és ezen kívül természetesen vannak azok a táborok, amiket már említettem, amik egy héten egyszer-egyszer jönnek, ugye úgy, mint az önkormányzatos tábor a Zrínyi iskolából, illetve az előbbi képeken is látható RKSK-s futballpalánták, akik egy héten többször is átlátogatnak innen a út
2-es túloldaláról. A helyszínen található nagy kiterjedésű zöld felületen két medence áll a fürdőzők rendelkezésére. A vizek hőmérsékletét az intézmény munkatársai ezúttal is az előírásoknak megfelelően állították be. Továbbá idén is kedvező áron lehet belépőt váltani az Újlak utcai strand területére. Két olyan jegyár van, ami ugye egész napra szól. Aki nem kerületi lakos, az a kedvezmény nélkül 1990 forintosat, aki pedig tudja lakcímkártyával igazolni, hogy ebben a gyönyörű kerületben él, neki csak 1650 forint egy egész napos belépő. A kültéri medencéket reggel 9-től este 20 óráig veheti igénybe a hét mindennapján az érdeklődők, egészen szeptember 1-jéig. Mindemellett az uszoda továbbra is üzemel. Most következzen néhány fontosabb hír a közelmúlt eseményeiből. Külföldön történő nyaraláskor felmerül a kérdés, hogy mi lehet az úti podgyászban, mennyi készpénzt, cigarettát, alkoholt, gyógyszert vagy akár gyümölcsöt lehet kivinni és behozni. A szabályok közötti eligazodáshoz figyelembe kell venni magát az úti célt, ugyanis az Európai Unió határain belül, illetve azon kívüli utazásokra más-más szabályok vonatkoznak. Részletes tájékoztatót dr. Kádár Zsombor Csaba, a NAV Kelet-Budapesti Adó- és Vámigazgatóságának sajtóreferense adott a témában. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal összeállította az utazással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról szóló listáját. Igen nagy jelentősége van annak, hogy a vakáció az Európai Unió határain belüli, vagy azon kívüli úti célt tartogat, hiszen az egyes országokban eltérő szabályrendszer van érvényben. Klasszikusan a jövedéki termékek szoktak szóba kerülni első körben. Ezek egész más szabályok vonatkoznak, tehát a dohánytermékekre, a szeszes italokra, vagy akár az üzemanyagra az Európai Unión belül, mint azon kívül. Az Európai Unión belül a kereskedelmi mennyiség alatt szabadon szállítható. Hát a kereskedelmi mennyiség egyébként annyit, hogyha már gyakorlati példát is mondjak, hogy az egy elég nagy mennyiség, tehát mondjuk itt 110 liter sörre kell gondolni, ez alatt nyugodtan szállíthat bárki a határon keresztül az unión belül. Míg azon kívül sokkal kisebbek ezek a limitek, tehát hogyha valaki onnan kívülről hoz be, és mondjuk a nyár után, tehát az utazás végén érkezik vissza, akkor itt 16 liter sört lehet hozni például, vagy 4 liter bort, vagy egy üveg tömény. A cigaretta mennyiségére is más-más előírás vonatkozik. Így, ha valaki az Európai Unión belül marad, akkor akár 4 kartonnyi dohányterméket is magával vihet, míg az unión kívüli országból való hazaútra maximum 1 kartonnal teheti meg ugyanezt. A háziállatok utaztatásakor szintén egyedi rendelkezések vannak érvényben, ugyanis minden esetben az állatorvos által kiállított pet passport, vagyis a kisállat útlevelet kell igényelni a gazdáknak, amellyel igazolják, hogy semmilyen betegsége nincs a kedvencüknek. Ezen kívül a jelentős összegű készpénz ki- és behozatalának mikéntjére is érdemes odafigyelni. Ami még nagyon fontos szabály, az lényegében az, hogy még az unión belül, a határokon belül a készpénzzel kapcsolatban nincsenek olyan szabályok, miszerint nem lehetne bármi igazából vinni, bár az az igazság, hogy ez kívülre vonatkozóan is igaz, csak ott be kell jelenteni, hogyha 10.000 eurót vagy a fölötti értékben visz magával valaki pénzt, értékpapírt, akár aranyat is. Nincs egyéb kötelezettsége, csak ezt a határon be kell jelenteni, kifelé is és befelé is. További részletes tájékoztatást a NAV szakembereitől személyesen ügyfélfogadási időben, telefonon a 1819-es infóvonalon, vagy a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján találnak az érdeklődők. A katasztrófa védelem munkatársai hasznos tudnivalókat ismertetnek, melyeket, ha a lakosság megfogad, még gördülékenyebbé és balesetmentesebbé válhat számára a nyári időszak. Ugyanis az évszakra jellemző szélsőséges meleg és a heves esőzés egyaránt kihat a szervezetre, továbbá az ingóságok biztonságára. A témával kapcsolatban Kolozsi Péter, a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság helyettes szóvivője adott tájékoztatást. A nyári hőség kapcsán fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmet a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság, ugyanis az évszakra jellemző, szélsőséges időjárás megterhelő az emberi szervezet számára. Éppen ezért arra intik a lakosságot, hogy gépjárművel történő nyaralás előtt alaposan nézesse át mindenki az autóját,
Továbbá érdemes tájékozódni az adott célállomás időjárás előrejelzéséről. Alapvetően az autóra azt tudjuk javasolni, hogy megfelelő és biztonságos műszaki állapotban induljunk útnak. Természetesen, hogyha nagy távolságokat teszünk meg, akkor mindig teletankkal tegyük ezt meg, mindig tájékozódjunk a meteorológiai információkról, mindig nézzük meg, hogy milyen idő lesz, és ennek megfelelően vigyünk magunkkal különböző eszközöket. Alapvetően, hogyha hosszú útra indulunk, mindig azt szoktuk mondani, azt javasoljuk, hogy elegendő víz és étel legyen nálunk, illetve hát a családban az alapvető gyógyszerek, amilyen gyógyszer szükség van, az mindig legyen nálunk. Ha esetleg az időjárás miatt félre kell húzódnunk, és esetleg szélsőséges esetben több órát is el kell töltenünk mondjuk egy pihenőhelyen, akkor legyen mivel ellátni a családot, hogyha valaki rosszul van, akkor el tudjuk látni. Fontos és egyben kötelező tartozik a gépjárműben az elsősegély doboz, melynek szavatossági idejére javallott odafigyelni. Kolozsi Péter helyettes szóvivő rámutatott, nyáron gyakran előfordulnak heves esőzések, így ezekre is célszerű felkészülni. Ha úton vagyunk, és nagy vihar érkezik, vagy éppen egy nagy viharba futunk bele, csak olyan helyen álljunk félre, ahol erre megfelelő infrastruktúra van az úton, amennyiben elkerülhetetlen a szituáció és félre kell állni, akkor gondoskodjunk a megfelelő láthatóságról. Mindemellett az otthonunk védelmét ugyancsak szem előtt kell tartani ebben az időszakban is, mivel tévhit, hogy a nagy melegben nincs szükség szénmonoxid, illetve füstérzékelőre, hiszen a nyílt égésterű berendezések, mint például a kazán vagy a gáztűzhely, ilyenkor szintén mindennapos használatnak vannak kitéve. Amennyiben bajt észlel bárki a környezetében, úgy a 112-es segélyhívószámon keresztül tehet bejelentést. A Rákosmente televízió krónikáját látták. Riportjainkat visszanézhetik honlapunkon, a rákosmente.tv.hu oldalon. Vigyázzanak egészségükre, minden jót kívánunk, viszontlátásra!